Tulajdonképpen az jutott eszembe akkor, amikor meghallottam, hogy Montgomery városa Arany János díszpolgárá nyilvánította, hogy mi lenne akkor, hogyha mi ezt a programot, Arany János korát énekben, zenében, táncban, fegyverviseletben, kézműves munkával bemutathatnánk. És mikor ez a program eszembe jutott, akkor rájöttem arra, hiszen nagy szalontán született Arany János. Hát miért lenne akkor a főpróbának a legpraktikusabb helye Nagy Szalonta? Így aztán megkerestem egy pár embert, akiknek elmondtam az ötletemet, ők elirányítottak egy következőhöz, aki dr. Prőle Gergelye volt, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a főigazgatója, akinek én ezt a munkatervet elvittem. Ők ezt tovább léptették, és a végén kiderült, hogy én tulajdonképpen tudtamon kívül pályáztam, és így elnyerve egy összeget, sikerült néhány elszánt barátommal, kollégámmal, alkotó kollégámmal Nagy Szalontára elvinni Arany Jánosnak verseit, viseleteit, a kézművességet, amit ott Nagy Szalontán gyakorlatilag szombat-vasárnap, illetve péntek-szombat-vasárnap októberben az ottani évadzáró program egyik záró akkordjaként be tudtunk mutatni. Én úgy gondolom, hogy mi amit vállaltunk, azt jó szándékkal vállaltunk, azt mi tőlünk telhetően megtettük. Egy nagyon kedves kiállítást tudtunk bemutatni, mely kiállításnak anyaga az Arany János emlékév kiállítása, az AMK-nak a kiállításának egy része volt, onnan válogatott anyagot vittünk ki. Voltak fegyveresek, akik ott íjászkodtak, volt korongozó, volt textilművész, volt fafaragó ember, volt szígyártómester, és volt a Kecskés Együttes és egy Erdély György nevű előadó művészünk, aki Arany János verseiben idézte meg ezt a gyönyörű kort.